Jó reggelt kívánok mindenkinek, innét a belvárosból. Kérem szépen, hogy dolgokra kiderülnek, hogy hogy lesz, mint lesz. Itt el lesz bontva az egész épületrész, ami ott belül látszik. Csak félig le van bontva. Belül csináljuk ezt a másfél méter vastag betonnak a feltörését, a cölöpözet, hogy kérdem a művezetőt, hogy mondom, és hogy jönne be a kép? A cölöpözet épül a belülre. Hát ott vagyok belül, ott a sárga gép alatt. Vagyok körülbelül kettővel. Azon a szinten vagyok, ahol a zöld gépek, a kobárkók, és ott belül vagyok, ott a toronydalú lába mögött, alul, legalul. És ezt mondja, el lesz bontva az egész. Minden el lesz itt bontva, azért kell cölöpözni, hogy a támasztást meg tudják csinálni. Itt van a cölöpök, meg a teteje. Ezt végig kell cölöpözni körbe az egészet, körbe. El kell bontani a betont. Meg kell csinálni a kitámasztásokat addig, amíg a cölöpöket fel nem betonozzák, addig az már tartja a falat. Mindegy. Pedig egyébként brutálisan vastag maga a fal is. Nézzétek meg. Brutálisan vastag maga a fal is. Igen, csak ilyen. Bevasalt, nagyon vastag fal van, ami az utca viszont felé tart. Lefelé másfél méter beton lemez, vaslemez beton az alapja, lefelé, ez alatt, a szint alatt. Azt kell feltörni. Aztán ezek a gépek, amit előttem van, ez fogja a cölöpöt fúrni. És erre a vasalásra fognak építeni egy falat, amit tartani fogja az egész épületet. Mind az oldalát az épületben, mind maga az épület erre épül, ezekre a szolöpökre épül. Hát gondolom, hogy belül is lehet a szolöpökre, nem csak körbe, hát hiszen, na mindegy. Így vagyunk. Az ott, amit szemben van, az minden lesz bontva. Csak most ugye egy gép van a szinten, az első, ugye ez két szint, látszik, két szint. Az alsó szinten van egy gép, az nem látszik innét. Talán rá tudok közelíteni. A sárga gép mögött ott a gémje neki. Ott a gémje az a kékes zöld, olyan színű, mint ezek. Olyan színű, ezek ott van bent. Ott van bent. Az az első szinten áll. Az összes földet, amit kifúrnak itt, meg amit összetörünk betont, ezek a bobketek behordják oda az első, oda alulra, az épületbe belülre. Ezek a bobketek behordják. Minden földet behordanak oda. Az a zöld gép, aminek a gémjét megmutattam, az fölemeli alulról, fölemel az első szintre. A sárga gép meg a felső szintre, és ott már terhelőtől rakja. Tehát két gép, három gép dolgozik azon, hogy a föld innét kikerüljön. Földet behordják oda alulra a bobketek, van bele vagy kettő. Kobelko fölrak az első szintre, onnét meg a nagy gép, a sárga komacu, az meg már felemelve teherautó rakja. Ennyi. Ezek a gépek azért, ez nem semmit, ezek a fúrógépek. Van rajta néhány cső. Néhány cső azért úgy van rajta. Van rajta néhány cső. Néhány hidrokör cső van rajta. Úristen. Igen. Na, szóval erről van itt a szó. Brutális kitámasztások. Itt ugye ezek a ferdavasak tartják az oszlopokat, az oszlopok pedig össze vannak kötve ilyen viszintes támaszokkal a külső fallal, ami ugye az utca felé van. Na. Most mondtam erről az alsó szintről, az a kék gép, a Kobelco rakja fel az első szintre, és onnét azt a kupasz földet, meg egy
Komatsu rakja már akkor teherautóra. Két lépcsőbe emelik a földet, ide alulra be pedig a bobcatek hordják be a földet. Amit kifúrnak a körökfúrók. Így megy elinéz a föld. Én mondjuk tettem volna egy szállítószalagot, de hát az ő dolguk. Nem kellett volna két gép, lebottam az egészet a picsába, egy szállítószalag, aztán hadd hordja ki a földet. Tehát az ő dolguk. Ez egy gazdag ország. Na mindegy. Mert ez mind lebontásra kerül, hogy a nagy gép van, ugye ezért vannak ezek a támasztó. A támasztó erdő, ez azért van itt, mert ugye hát egy 30 tonnás gép van fölötte. Nem lenne jó, ha megvonna. Jön be a Bobcat, hozza a földet. Igen, szépen mai reggelim. Már amennyire látszik. Lengyel, frankfurti, valamilyen ilyen kóbika, ha fel tudom mondani. El tudnám bontani. Ez valami ilyesmi. Ez a puha, puha. Mint egy frissen töltött füstölt kolbász. Ez ide van. Tehát tennap látom disznóvágást, fölfüstölt volna frissen a kolbász. Egy pár nap után. És a füstöl le van véve. Akkor jön a kolbász. Nagyon finom. Nagyon finom. Ennek volt egy hozzászólás, hogy valakinek a haverja volt Londonban, és hazáig fosott, meg repülőn is, ami nem csoda. Most olvastam egy cikket, hogy többszörösére nőtt a szalmonella, kólibaktérius egyéb ételmérgezéseknek a száma Londonban. Kérem szépen! A kólibaktérium az semmi egyéb, mint szar baktérium. Szarból származik. Mindegy. Angliában nekem, mint gépkezőnek, el kell menni minden évbe orvosi vizsgálatra. Nincs kötelező üzemorvosi vizsgálat, de bizonyos munkákat kérjük. Ne kérdezz, nem tudom miért. Nagyon komoly orvosi vizsga, 6 oldalt kell kitölteni, milyen bajod van. Szemvizsgálat, fülvizsgálat, bérnyomás, minden. 70 fontot fizetek érte, minden évben. Ugyanakkor az élelmiszer egészségügy a béka picsája alatt van 18 emelettel. Itt elmehetsz dolgozni a Dominosba, a szállodáknak a konyhájára, bárhova, bármilyen konyhára, étterembe, bárhova, egy cémával, leprával, gombás beteg, amivel akarsz.
kutyát nem érdekli, hogy neked milyen bőrbetegséged van, és milyen ételhez élsz hozzá. Minden étel egyébként be van csomagolva, tehát nincs olyan, mint Magyarországon, hogy a nyugdíj, kitolják a kenyeres polcot a hipermarketben az eladó térbe, és a nyugdíjas az összeset végig tapogatja. Ismerős, nem? Na, hogy nincs ilyen, hogy csomagolva van. Na de egyéb helyeken, pizzériák, pécsőek, ahol előállítják, hogy semmiféle követelmény nincsen. Én elhiszem, hogy sok minden gépesítve van, de azért nem minden. Szóval nem nagyon csodálkozott rajta, hogy ide jön, az egy valamit fog hiányolni. Körülbelül, mint Indiában. A kemény székletet. Minden el lesz látva, semmi hiánya nem lesz. A kemény székletet fogja hiányolni. Nagyon nem, mi már megszoktuk egyébként. Mindegy. De aki írta egyébként, az megfogta a lényegét a dolognak. Aki először jön ide és nincs hozzászokva ehhez, az alatt érhetik ilyen meglepetések. Más valami, más téma. Nem vagyunk itt. Körülbelül az utca szintén 6 méter mélyen. Míg a beton, másfél méter a beton, amin állunk, amit fel kell törni, hogy a tölő fúrógép le tudjon fúrni. Nyilván a beton nem tudja átfúrni. Le kell menni a talaj szintén. Na most. Oké. Okay. Láttam, hogy nincsen talajvíz. Teljesen száraz. Nincs talajvíz. Viszont minden olyan nyílás, ami az utca felé, a falon meg van furva, minden mutató olyat, befejeztem, ha befejeztem a reggelit. Különböző ilyen négyzetes lukak így fúróval át vannak furva, van a fal vagy fél méter vastag minimum, és mindenhol jön be a víz. Ami nem talajvíz, hanem az utcai csőtörésből származó víz. Csőtörésből vagy csőtörésekből. Ugyanis Londonban napi szinten több 10 millió liter folyik el csőtörések útján valahol. Napi szinten több 10 millió liter. Több ezer, sok ezer több méter elfolyik. Tudok olyan csőtörésről, amely 14 éve kijött, már akkor is csőtörés volt, és azóta is folyik. Nagyon egyszerű a történet. Londonnak a közműhálózata az első közé tartozott, amit megépítettek. Már elkezdték az 1700-as, 1600-as években. Nagyon régi. Legelőször volt elektromosítva, legelőször volt csatornázva, az első közé volt elektromos házat bevezetve, csatorna, víz, stb. Gáz, stb. Ugye a félvilágot meghódították, a félvilágot lerabolták, munkaerő volt, pénz volt. Ugyanám, de ez mai szintig mérhetetlenül leromlott, előregedett, és kezdnek jönni a problémák.
szar a csatornahálózat, szar a vízhálózat, szar az elektromos hálózat, nincsen légvezetékek, minden kábel a földbe megy. És hát a régi kábeleknek még nincsen műanyag burkolata, úgynevezett páncélburkolatú kábelek, lerohad róluk a burkolat, idővel. A vízhálózatnál az a baj, hogy nincs mélye. Az egy dolog, hogy el van öregedve, viszont nincsen lerakva 1 méter 20 centire, mert kisebb a fagyhatár. 60 centi. Mi van elég? A víznek. Nem fog elfagyni, ez tény. De az utcai terhelés iszonyatosan megnövekedett. A rezgések, a teherforgalom, kamionforgalom, van az utca nyilván, ahol nem megy be egyébként teherautó, de a szemetes mindig bemegy. A szemetes azért mindig bemegy. Itt vannak az utcák, Magyarországon az ismeretlen, hogy mész az úton, és egy olyan szűkülésre le van szűkítve az utca, ilyen vasoszlopokkal, hogy csak egy személyautó férjen át. Oda jut meg vissza is. Éppen csak elférjen a személyautó. A teherautó ne tudjon, tehát fizikailag korlátozóan teherautóbetű hajtani. De középen van egy olyan széles sáv, ami le van zárva sorompóval és lakattal, jön a szemetes, van hozzá kulcsa, kinyitja, átterjedi a szemetest, az be tud menni. Hát a szemetes nem olyan súlyú, mint egy teherautó. Ott azért több tíz tonnáról van szó. És ez terhelik a vízhálózatot, mindent. Ezek mindent terhelnek. Hát persze. A vízcsőtöréseknél meg olcsóbb egy új kutat nyitni, egy vízkitermelő kutat nyitni és rákötni a hálózatra, sokkal olcsóbb, mint a sok tízezer, akár százezer csőtörést megcsinálni. A csőtörés javítás itt nem úgy megy, mint Magyarországon, én ebben voltam benne, én 5 évig voltam a fővárosi vízműveknél, éjszakában, állandó éjszakában dolgoztam. Éjszakánként megcsináltuk kisebb csőtörésekből 4-5-öt egy éjszaka. Itt egy csőtörés, mindegy mekkora, kicsi vagy nagy, akármilyen, minimum egy hét, de inkább több. Minimum egy hét. Útlezárás, körbekorlátozás, jelzőtábla, jelzőlámpa, forgalmi irányító jelzőlámpa. Az egy hét az a minimum. Én láttam már sok csőtörést itt is, ahogy javítják, minimum egy hét egy csőtörés, egy házi bekötésnek a javítása is. Forgalmat le kell terelni a járdáról, biztosítani kell a kerekesszékes forgalmat, lekorlátozni a járdaforgalmat, ami az útra van terelve. Nem úgy, hogy felbújtjuk a járdát csak úgy. Azért mondom, hogy itt más a játék. És iszonyatosan drága ebből kifolyólag a vízcsőjavítás. Brutálisan drága. A terhelések miatt nem lehet felújítani a hálózatot, mármint a forgalom terhelés miatt. Egyszerűen nem lehet lezárni egy csőcsere miatt, nem lehet lezárni, mert fölborul Londonnak a közlekedése totálisan. Egy főbb közlekedési útvonal. Mindegy, lényeg az, hogy most mutatom egyébként, megmutatom most, nézzétek meg. Itt van mellettem két lyuk a falon. Ömlik belőle víz. Már víztől lerakódott a betonra, azért ilyen barna színű. Szóval nézzétek meg. Ez nem talajvíz. Ezt kérem szépen csőtörésből származó víz. Ki tudja, mióta folyik itt, bármint aztán lebontottál, értem, mikor kezdtél, de már a víztől szépen megszínezte. És ez mindenhol, több helyen meg van furva.
itt mögöttem, ahol, amit pont most szedek ki, például Gödröt, itt mögöttem, abban állandó szivattyú van benne, szivattyúzzák a vizet, amit töri a gép, meg én szedem, mert van egy luk a falon, ahol ömlik be a víz. És folyamatosan szivattyúzni kell. És nem azért, mert talajvíz, hanem nincs talajvíz. Elég nagy zaj van itt, hát nehezen tudok, nem biztos, nem tudom, hogy mennyire hallatszik majd a picsába, ezek a bobcatek még mindig dolgoznak. A bobcatnek olyan hangja van, hogy undorító. Emlékszem rá, amikor bejött ezek a bobcatek, vett a cégünk egyet Magyarországon, aztán beültem, de mondom a srácnak, mondom, te mondom, vegyük már, hogy kell ezt alapjárata levenni, mert mondom, kurva, hogy zaj van benne. Azt mondja, ez az alapjárat. Köszi, bazd meg. Na, ilyenek a bobcatek, brutális zajuk. Na, nagyobb zajuk van, mint egy 40 tonnás kukagépnek. Na, mindegy. Szóval azért mondom, hogy itt azért vizesít minden, ha ránéztek, itt mindenhol víz van, mert sár van, mert minden. Épületen belül dolgozunk, másfél méter beton van alattunk, és mindenhol víz van, mert sár van. Nézzétek meg! Mindenhol víz van, mert sár van, ez mind az a vízből származik, ami befolyik ide úgy, hogy utcai csőtörésekből. Itt van egy gödör, amit tegnap kiszedtem, nem nagyon látszik. Ez másfél méter mélyen van kiszedve. Ide már majd, ezt már vissza kell tölteni földdel, amikor az épület le lesz bontva, jön a cölök fúró. De nincs benne víz olyan értelemben, hogy talajvíz, mert leástam a földi, teljesen kemény, száraz föld. De hát jön be a falakon keresztül, a lukakon keresztül a víz. Hova? Na, így van ez itten, kérem szépen. Aztán 6 millió kábel lóg fölöttem, nézzétek meg. 6 millió kábel, mindenhol kábelek lógnak. Mindenhol a kábelek lógnak. Állványok vannak, csövek vannak a fölöttem. És hát ez alatt kell dolgozni. Hát ez alatt kell dolgozni. Az a helyzet. Ugye kapja az áramot a munkagép, ami töri, már elektromos. Meg csővezetékek, meg a szivattyúknak a vezetékei. Ezek indít mennek. Na jó. Csak mondom. A gép most emeli fel a legalsó szintről a középső szintre az odahordott földet. Egy föntem levő komacsú majd felvertő autóra.